Víg László a térség országgyűlési képviselője köszöntőjében elmondta, a pedagógusok kiváló munkát végeznek. Mint Balai Zoltán zalaegerszeg polgármestere fogalmazott, tartalommal töltik meg az épületeket. A Zalai Vármegye székhely ahhoz nyújt segítséget, hogy a gyermekek és a fiatalok korszerű körülmények között tanulhassanak. Igaz ugyan, hogy Zalaegerszeg önkormányzata 11 éve, 2013. január 1-e óta már nem fenntartója és működtetője a legtöbb oktatási intézménynek, hozzánk csak a bölcsődék és az óvodák tartoznak, azonban egy felelősséggel gondolkodó önkormányzat számára egyáltalán nem lehet mindegy az, hogy milyen állapotban vannak a területén lévő közoktatási, akár felsőoktatási intézmények. Így mi is minden támogatást megadunk ahhoz, hogy ezek folyamatosan újuljanak meg. Most is zajlanak a munkálatok, hiszen éppen a Zrínyi Miklós gimnáziumnak a teljes felújítása fejeződik be, és reményeink szerint hamarosan elkezdődik a Csány László technikum bővítése is. Szeptember 2-án megkezdődik az új tanév, míg az utolsó tanítási nap pedig 2025. június 20-án lesz. Mint Pálffy Erika, a Belügyminisztérium köznevelési és stratégiai főosztályának vezetője fogalmazott, nem a tanév lesz hosszabb, hanem a tavaszi, illetve őszi szünet tart majd tovább. Az volt a jogalkotói szándék, hogy legalább egy hetet töljenek fel a tanévet, talán így a családok jobban, meg önök is talán jobban tudnak élni a bennük rejlő szabadidő lehetőségével. Kevés újdonság van a tanév rendjében, de jobban össze van szinkronizálva a szakképzési tanév rendjével, ami már megjelent. Hát a szakképzési centrumok, akik itt vannak, pontosan tudják, hogy most már azért így jobban megtörtént az összehangolás. A miénkben, az a köznevelési tanév rendjében az igazi újdonság, ez a legutolsó kicsi csempnél látható, ez a TKDM nevű dolog, ami annyit tesz, hogy tantermen kívül digitális munkarend. Az intézményekben már felkészültek a becsengetésre. A kormány által biztosított ingyenes tankönyveket az első napon vehetik át a tanulók. A zalaegerszegi tankerületi központhoz tartozó köznevelési intézményekben közel 1000 elsős kezdi meg általános iskolai tanulmányait. Közülük több mint 360-an a Zalai Vármegye székhelyen.